Szeretettel köszöntöm minden kedves testvérünket és az érdeklődőket a mai alkalommal a mennybe menetelről, Krisztus mennybe meneteléről emlékezzünk meg, és hisszük, hogy az Úr itt lesz velünk, és hogy ad üzenetet nekünk az igén keresztül. Ez alkalommal a mennybe menetel történetét az apostolok cselekedetei első részéből olvasom, a 8. verstől a 14. verszakig. Ez alkalommal a mennybe menetel történetét az apostolok cselekedetei első részéből olvasom, a 8. verstől a 14. verszakig. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, imé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. És ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapnyi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Eddig van az ige. Minden évben megemlékezünk az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteléről. Ez az ő földi ittlétének a lezárása, vége a szenvedésnek, a megaláztatásnak. Az, aki megalázta magát és emberi formában jelent meg közöttünk, hogy a megváltás véghez vigye, a mennybe ment, az Atya jobbján ül, és onnan fog eljönni, megítélni az egész világukat, élőket és a holtakat egyaránt. Tehát a mennybe menetellel a Szentlélek fog eljönni, vagyis, hogy eljött már a Szentlélek, az apostolok, akik imádkoztak őrájuk, csodálatos módon jött el a Szentlélek, tehát nem maradtak egyedül. Jézus azt mondta, hogy másik vigasztalót küldök hozzátok, ez pedig a Szentlélek volt. Tehát erről fogunk most beszélgetni, hogy is, mit is jelent a Krisztus mennybe menetele. Nagyon csodálatos dolog, hogy
Jézus a mennybe menetele előtt közvetlenül meghagyta a tanítványoknak, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és várják be az Atya ígéretét, amit Jézus közvetített a számukra. Nagyon nagy szükségük volt a Szent Lélekre, hogy beteljesedjen rajtuk, hogy betöltessenek, mégpedig, hogy a mennybe menetel utolsó parancsának, a missziói parancsnak maradéktalanul eleget tudjanak tenni. Én úgy gondolom, hogy nem is lehetett volna enélkül nekik a szolgálatokat betölteni, hiszen azt mondta az Úr, hogy szélese világra küldelek titeket, és az az erő, ami nekik volt, azt ugye a keresztre feszítés során nagyon láttuk, hogy ez egy nagyon kevéske erő volt. Emberi erőforrások elfogytak, hiszen a tanítványok nem voltak ott a Krisztus keresztje alatt, kivéve János apostol, a szeretett apostolt, akit a Krisztus iránti szeretete az utolsó percig mellette volt. A tanítványoknak nagyon nagy szükségük volt erre, és várták is a Szent Lélek eljövetelét. Jézus azt mondta itt az első rész 5. versében, hogy János már itt keresztelő Jánosra utal, vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus kérte tőlük, hiszen elmentek Galileába, hogy meghagyta, hogy várják be az Atya ígéretét, és amikor egybegyűltek és meglátták Jézus, nagy örömük volt, mert Jézus a feltámadott egyenként jelentette ki magát a tanítványoknak. Ez nagyon csodálatos, hogy senki nem maradt ki a 11 tanítványból, ugye Júdás az már nem volt tanítvány, hogy ne találkozott volna a feltámadott Jézus Krisztussal. És amikor Tamás nem volt ott az együttléten, és ugye ezt a felelőtlen kijelentést tett, hogy hiszem, ha látom meg az ujjaimat, majd beteszem a sebeibe, akkor elhiszem, hogy feltámad. Jézusnak gondja volt, hogy ebbre a kételkedő Tamásnak is megjelenjen, és kijelentse magát úgy, mint feltámadott Krisztus. És ez nagyon fontos, hogy ne csak egy történelmi Krisztusunk legyen, az ember fia, aki itt járt a Földön, aki egy nagyon jóságos, csodatévő tanító, mester, rabbi, ki hogy gondolja volt. Ennél sokkal nagyobb dolog az, hogy Krisztus meghalt a bűneimért a Golgotai kereszten, és az Atya feltámasztotta a halottaiból, és még 40 napig a tanítványai között volt, és sok embernek kijelentette magát, nem csak a 12 tanítványnak, olvasunk ugye az Emmausi tanítványokról, akik egy tágabb tanítványi körbe tartoztak, Jézus elkísérte őket az Emmausi úton mindaddig, míg fel nem ismerték a feltámadott Urat, Krisztust, Jézus Krisztust. És ugye olvassuk, hogy 500 embernek is meglátták, találkoztak vele a feltámadottal, és még nagyon sokan, Pál apostol azt írja, hogy és még sokan közülük ma is élnek, vagy velünk vannak, azt hiszem így írja. Tehát ez egy nagyon fontos, és ezt meg is kérdezem, amikor a mennybe menetelről beszélgetünk, hogy van-e neked feltámadott Krisztusod? Mert azoknak valóságos a mennybe menetel, és az, hogy Jézus ül az Atya Isten jobbján, hogy akiknek van feltámadott megváltó Krisztusuk. A tanítványoknak közösségük volt a feltámadott Jézus Krisztussal,
És ez a közösség egy mennyei közösség volt, és egy olyan csodálatos közösség, ahol mindeneket betöltött az Úr Jézus Krisztus. Ezért már nem volt kérdés a tanítványoknak, hogy Jézus szavának engedelmeskednek-e vagy nem, és várták, hogy az Úr mit is fog nekik mondani, ő pedig mondta, hogy szent lélekkel fogtok megkereszteltetni, nem sok nap múlva. És akkor a tanítványok ugye megkérdezték őt, mondván, Uram, ez a 6. vers, amit idézek, avagy nem ez időbe állítod-e helyre az országot, Izraelt. Megint testi módon kezdtek gondolkodni a tanítványok, nagyon vágytak arra, hogy megszabaduljanak a római uralomtól, hogy helyreálljon az ország. Hát ha Krisztus föltámadt, akkor ennek kell következni, gondolták, és akkor Jézus rájuk szólt, és ezt mondta, helyreigazította őket, és sokszor bennünket is helyreigazít, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, amelyet az Atya maga hatalmába helyezett. Sok mindent szeretnénk tudni, a tanítványok is szerették volna tudni, hogy mikor jön el az idő, ez az idő, és az Úr azt mondta, hogy nem ez a lényeg, az Atya tudja, hogy mit, mikor, miért tesz, és nem a mi dolgunk. Nagyon sokszor szeretnénk olyan dolgokat tudni előre, amik nem a mi dolgunk, hogy tudjuk. Ami a tanítványok előtt állt, azt újra a 8. vers, ahonnan elkezdtük olvasni, az Úr nagyon komoly hangsúlyt ad, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélekre eljöreátok, és lesztek nékem tanúim. Ugye itt a lelki erővételről volt szó, az isteni erővételről, a Szentlélek erejéről, és ezt céllal adja az Úr, és itt nagyon komolyan elgondolkoztam, hiszen a Szentlélek munkálkodott az apostolokba. Eleve az, hogy amikor Jézus elhívta őket, Pétert, hogy kövess engem, és azonnal mindent ott hagyott, és követte Jézust, arról beszél, hogy a Szentlélek munkálta benne az akarást, hogy Jézust kövesse, hogy aztán később azt mondja az Úrnak a csodálatos halfogás történetében, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ez is a Szentlélek munkája, amikor meglátom a bűneimet. De itt teljesen másról van szó, nem arról, hogy munkálkodik a Szentlélek bennem, hanem arról, hogy vesztek erőt a tanúságra. Itt a küldetésről van szó. Minden hívő embernek van küldetése, amit Krisztustól kapott. És ez pedig az Isten országáról, a megváltóról, a feltámadott Krisztusról, az üdvösségről, örök életről, a kárhozatból való megszabadulásról, és Krisztus eljöveteléről, a minden ember megítéltetéséről kell, hogy szóljon. Nehéz ezt így összefoglalni, de a tanúság lelke nem arról, hogy mi fog jönni, mikor szabadulunk meg az ellenségtől, hanem kimondottan a Krisztusról való bizonyságtétel. És azt mondja az Úr, hogy amikor eljő a Szentlélek, és bemerítettek a Szentlélekbe, akkor a szolgálatra készít fel, az erőteljes szolgálatról a tanúságra, mert hogy nem csak Jeruzsálembe, nem csak Júdeába, nem csak a közeli Samariába, hanem a föld végső határáig fogtok tanúbizonyságot tenni. Az ember küldetése, a tied is, meg az enyém is, akik megváltattunk a Krisztus vére által, hogy Krisztus tanúi legyünk. Ez a legfontosabb, hiszen elmúlik az élet, úgy szaladnak az évek, tova tűnik a fiatalság, a középkor, aki megéri az idősebb kort, az már nagyon érzi és tudja,
hogy nem fontos az, ami ebben a világban olyan hangsúlyos, hanem az a fontos, hogy az örökkévaló Isten szeretetét, Jézus megváltását, a pokolból való szabadulást, bűneink bocsánatát és az üdvösséget minden ember elnyerje. Az Úr azért jött, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az igazság ismeretére pedig úgy jutnak el az emberek, ha vannak hűséges tanúi az Úrnak. Az apostolok mind ilyen tanúk voltak, hiszen Jézussal együtt jártak, és személyesen élték át Krisztus csodálatos életét, áldozatát, halálát és feltámadását, és a mennybe menetelt, valamint a pünkösd eljövetelét is. Amikor az Úr a Szentlélekről beszélt, akkor a szemük láttára felemeltetett, és felhő fogá el őt szemeik elől. Az Úr felemeltetett a mennybe, és néztek fölfele szemeiket, az égre függesztették, olvasok a 10. versben, amikor ő elment, és megvoltak döbbenve, talán várták, hogy majd újra előtűnik, vagy talán majd visszajön, és akkor két angyal, két fehér ruhába öltözött férfi állt meg mellettük, és megszólította, hogy mit álltok itt, galileai férfiak, nézve a mennybe. Ez a Jézus, aki felvitteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. A tanítványok szívesen ott maradtak volna azon a helyen, és az embernek van egy ilyen szokása, hogy azokat a helyeket ők igyekeznek ilyen szent helyé avatni, de itt azt mondja a két angyal, hogy ne nézzetek a mennybe, majd Jézus visszajön, azt tegyétek, amit az Úr mondott. És nagyon sokszor az Úr ad magyarázó angyalokat mellénk, hogy megértsük, hogy tovább kell menni az eseményen, ami történt, de ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy Jézus felemeltetett, felvitetett a mennybe. Ez azt jelenti, hogy ő neki egy mennyei teste volt, amelyik nem e földi test parancsai szerint vagy működött, hanem mindenek, nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Vagyis Jézusnak hatalma volt a fölemeltetni és a mennyei testet. Ugye a Jelenések könyve erről ír, hogy szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, és mint az izzófényű érc a lábai, teljesen más, mert hogy nem a romlandó test volt ez már, hanem a romolhatatlan, ami nem a földi törvények szerint működött. Ez csodálatos, és azért egy dolgot itt az angyal nagyon a szívükre helyez, hogy láttátok elmenni, úgy fog visszajönni. Vajon várjuk-e a Jézus visszajövetelét? Amikor a mennybe menetelről megemlékezünk, akkor mindig erre gondolok, hogy Uram, készen legyek, amikor Te jössz. Készen van-e a szívem a Te visszajövetelére? És akkor itt van folytatása a történetnek, tulajdonképpen egy nagy várakozás, amit az Úr meghagyott, hogy várják be az atya ígéretét, a szolgálatra való betöltetés volt ez, a vesztek erőt is lesznek nékem tanúim, és akkor egy szombatnapi járóföldre voltak, ugye Jeruzsálemtől, az Olajfák hegyénről mentek Jeruzsálembe, és ott béreltek egy szállást,
a felsőházba, így is maradt ránk a pünkösdi történet is, hogy ott voltak együtt a felsőházba. Ez egy szálláshely volt, egy nagyon szép nagy helységek. Mi, amikor Izraelben voltunk, akkor ezt úgy megmutatták, hát vélhetően az lehetett, és hogy a 11 tanítvány, és Mária, Jézus anyja, és az ő atyafiai, tehát sokkal többen voltak, mint 12-en, együtt voltak, és nem beszélgettek arról, amit láttak, hanem egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásba és a könyörgésbe. Mindenki együtt, nagyon érdekes, és a jelen keresztény egyházra vonatkozik ez, hogy asszonyokkal és Máriával együtt, hogy itt megszűnik az a fajta hagyomány, ami ugye a zsidó közösségekben volt, és az ortodox közösségekben ma is van, hogy nem együtt, hanem külön-külön. Jézusban nincs se férfi, se asszony, együtt imádkoztak és könyörögtek. Tehát Jézusnak volt egy alászállása, hogy a legmélyebb pontra, és volt egy megdicsőülése a mennybe távozásával. Ez már az ő dicsőítése is a szívünkben. Az evangélisták nem részletezik úgy, mint az apostolok cselekedetei a mennybe menetelt. Ez nagyon jó, hogy ezeket olvashatjuk, hogy hogyan is alakult, és hogy itt érezhették volna igazán árván magukat, hogy most már vége a gyönyörű évek, a három év bőséges áldásokkal, és hogy most mi lesz. Talán nem is tudjuk beleképzelni, élni magunkat az ő helyzetükbe, hogy ott maradtak, és hogy a legnagyobb kérdés idején, tehát a lényeg az volt, hogy valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan imádkoztak, és hogy ez a kitartó imádkozás, ez nagyon fontos egy közösségen belül is, a személyes életünkben is, nem szólva az egy szívről és az egy lélekről, ami hát a Szentlélek ajándéka, és hogy ebben a várakozásban telt az idejük, tehát Jézus 40 napig volt a földön, és hát pünkösd az 50. nap pentékoszta, ugye, a görög elnevezésből származik, hogy 50. nap, 50. napon történt, ugye? És hogy milyen csodálatos az Úr, hogy nem hagyta magára a tanítványokat. Ez a kis idő, amit várakozásban töltöttek, nem a tépelődésben történt, hogy lesz, mint lesz, és nem is a félelmekről volt szó, hogy az ellenség hogy fog velük elbánni, hanem átadták magukat az imádkozásnak. És egy gyülekezeten belül is nagy jelentősége van, hogy imádkozó lelkülettel éljünk, hogy imádkozó szívünk legyen, és hogy ha azt mondják, hogyha a lelki pásztor 2 percig imádkozik, akkor a presbiter 1 percig.
a gyülekezeti tag pedig fél percig. Tehát nekünk kell először is előjárni, hogy az imádkozásban, a buzgóságban, az Úr keresésében, és hogy jó az Úr lábainál lenni, hallgatni őt, és imádságban elmélyülni benne. Tehát ez volt a várakozás ideje alatt, ez a nagy csapat, aki együtt volt, tényleg nagyon átható erővel imádkoztak, és azután jött a tűz, ez a szolgálati tűz volt, a Szentlélek tűze, ami olyan töltést adott a tanítványoknak, ami a 3 év alatt nem volt. 3 év alatt is voltak gyógyulások, csodák, de a feltámadott Jézusról való tanúságtétel is, hogy maga Jézus tett továbbra csodákat, ez nagyon nagy jelentőségű. Várjuk az Urat, aki eljön, és hogy hisszük, hogy eljön az Úr, és hogy meglátjuk az ő dicsőségét.